Vendégünk Kuti Zoltán, a Trizoli Jóti Futi Egyesület elnöke, akivel az általa szervezett jótékonysági sporteseményről beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. 9. alkalommal lesz most hétvégén megrendezve a Trizoli Jóti Futi vasárnap. Mit lehet tudni a részvétel feltételeiről? Hát, mivel ez nem egy verseny, hanem egy jótékonysági esemény, ezért a részvétel feltétele nincsen meghatározva. Főleg itt Kecskemét főterén, amikor összegyűlünk, jó, hogyha idősek, fiatalok együtt vannak, itt megteszünk egy kis kört általában, ami ilyen 1-1,5 kilométer, és ezt szépen végig lehet velünk sétálni. A lényeg a részvétel, a lényeg az, hogy ne csak érdeklődők legyünk, hanem legyünk résztvevők, legyünk ott, legyünk benne ebbe a dologba. A 1,5 kilométeres kiskör után indul a verseny, a hosszabb futás. Mit lehet tudni az útvonalról? Az útvonal teljes hossza az 57 kilométer, 7 állomáson, 6 településen megyünk keresztül, és délután 17:30 környékén érünk be Kiskörösre. Kecskeméttől Kiskörösig, ugye ez egy hosszú táv, de hogyha valaki csak résztávokat vagy kisebb szakaszokat szeretne teljesíteni, lehet-e? Igen. Lehet úgy is, hogy van egy 5-fős csapat, ahol a csapattagok eldöntik, hogy mikor mennyit bringáznak, mikor mennyit futnak és váltanak, vagy van egy kísérőkocsijuk, és aki csak egy rövidebb távot akar teljesíteni, az vezet és segíti a többieket. Végig lehet így vonulni. Tehát ugye a csapatoknak van, lehet segítője is, illetve be így is van. Oszthatják a feladatokat egymást. Illetve nekünk is lehet segítőnk, nem csak a saját csapatának. Hogyan jött az ötlet 9 évvel ezelőtt, hogy egy ilyen eseménnyel hívják fel a figyelmet a fogyatékkal élőkre? Mert ugye jótékonysági sporteseményről van szó. Hát egyáltalán nem a figyelemfelhívás volt a lényeg. Akkor szerettem volna segíteni egy mozgásfogyatékos srácnak, akinek úgy gondoltam, hogy a sportbarátokkal összefogunk és rendezünk egy eseményt. Csak így magunk között jó néhányan összejöttünk, és egy a pénz, amit összedobtunk, abban egy laptopot vásároltunk ennek a fiatalnak. Ez indította el 9 évvel ezelőtt ezt a rendezvénysorozatot? Igen, de nem azzal a célra, hogy ennek legyen tovább folytatása. Tehát ez egy egyszeri eseményre gondoltam, és mivel ez annyira sikeres volt, és annyira lelkesek voltak a többiek, rávettek arra, hogy évente ismételjük ezt meg. Idén kiket szeretnének támogatni? A támogatottak köre minden évben ugyanaz. 6 családunk van 6 településen. Azokon a településeken, ahol mi végighaladunk, ott lehet találkozni ezekkel a családokkal. Van, aki nem kíván így részt venni, hogy kijön közénk, de azért az esetek 80%-ában azért kint vannak a családok. Az esemény érdekessége, hogy épek és fogyatékkal élők is együtt sportolnak, mozognak. Milyen speciális szervezési feltételeket igényel ez? Hát itt az eszközöknek a szállítása az nem egy ilyen nagyon egyszerű dolog. Vannak handbike-ok, vak vagy gyengéllátó résztvevőket, hogyha viszünk, akkor azt tandemmal szoktuk általában szállítani. Ezeket nem egyszerű, ezeket az eszközöket sem beszerezni, sem szállítani, sem mozgatni, és velük együtt azokat a résztvevőket sem könnyű mozgatni, akik végigjönnek velünk, mert nem biztos, hogy valaki a teljes távot fogja teljesíteni. Van egy egyesületi tagunk, aki minden évben ezt handbike-kal végignyomja 57 kilométer, de nem mindenki a teljes távra vállalkozik. Azért ez komoly együttműködési szervezést igényel. Hányan vannak, kik azok, akik önnel együtt végzik ezt a munkát? Hát nem vagyunk olyan nagyon sokan. Hogyha arról beszélünk, hogy a Facebook csoportban majdnem 1800-an vagyunk, ennek csak a töredéke az, aki segítőként részt vesz. Talán egy 10 fős csapatot lehet mondani, akik évről évre velünk vannak és segítenek. Mekkora népszerűségnek örvend ez az esemény? Az elmúlt évek mit mutatnak? Mekkora résztvevő tábor van? A résztvevőkörre régebben sokkal több volt. 400-500 fő is volt a 7
állomáson, de ez egy picikét érdekes, mert amikor iskolák versenye van, akkor kint vannak az iskolában a sulik is. És ez azért a résztvevői számot megdobja most, például mivel nincsen iskola. Ez az egyedüli, egyetlen egy évünk, amikor augusztusban rendezzük. Most nincs iskolák versenye, most jóval kevesebb emberre számítok. Ugye június utolsó hétvégén szokott lenni, és most akkor augusztus első hétvégén így lesz. Van, így van, hogyan így lőtték be ezt az időpontot? Hát úgy, hogy ez már harmadik időpont. Tavaly is volt két időpont változásunk, idén három, és én úgy gondoltam, hogy megpróbáljuk most az augusztust hátha. Akkor mondjuk el, hogy mikor és hol van a találkozó? 8-a, tehát vasárnap, most hétvégén vasárnap. A főtéren találkozunk 7:30-tól, mi már kint vagyunk. 9 órakor kezdődik ez a bizonyos kis kör, amin szeretném, hogyha minél többen részt vennénk, és 9:30-kor indulunk el a teljes távra. Kik a támogatói az egyesületnek? Cégek, magánszemélyek? Csak magánszemélyek, tehát kezdetektől kezdve egyes emberek. Ezek az apró kis forintok, amik összegyűlnek, ez kezdetektől kezdve így volt. Benneket nem támogatnak cégek, nincsenek szponzoraink. Én úgy gondolom, hogy az összefogás volt a kezdetekkor is a lényege ennek az eseménynek, és mind a mai napig ez így is maradt. A nevezési díjból tudják támogatni a családokat? Igen, az is benne van. Tehát a regisztrációs díj is benne van a 6 családnak a támogatásában. Milyen segítséget, milyen támogatást jelent ez a családoknak? Hát valószínűleg nem fog beszélni az anyagi helyzetről, amiben ezek az emberek élnek, de hogyha azt mondom, hogy csak 4-5 ezer forint nekik hatalmas nagy pénz és óriási összeg, akkor kifejeztem ezzel a lényegét. Nekik minden segítség minden nagyon forint fontos. Számít. Igen. Aki esetleg vasárnap nem tudna részt venni ezen az eseményen, de szeretné támogatni a családokat, az egyesületet, hogyan, milyen formában teheti ezt meg? A Facebookon megtalálhatók vagyunk, ott általában nyilvánosak az események is, van egy esemény oldalunk, ez a www.facebook.com/trizoli, itt minden eseményünk nyilvános, ott is megtalálhatók a számlaszámok, vagy a Facebook csoportokban van a bringásoknak külön csoportja, van a futóknak egy külön csoportja, és van egy speciális csoportunk is. Tehát mindenütt megtalálható. A közösségi portálon a Trizolit kell keresni, és ott minden információ megtalálható. Tulajdonképpen beírja valaki azt, hogy Trizoli, akkor már biztos, hogy rá fog bukkanni. Köszönöm a beszélgetést, és minél több résztvevőt kívánok. Köszönöm szépen.